Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a ma esti negyedik mérkőzéshez, ahol az Elements fog megküzdeni a Fnatic-kel. Jó magam, Thanatos vagyok, közvetítőtársam pedig Darcig. Darcig. Köszönöm. Szívesen. Viszlát. Szervusztok! Én is üdvözlök mindenkit a negyedik mérkőzésen, ahol akár a 16. győzelmét is megszerezheti Zsinórban. A Fnatic teljes csapata. Igazából nagy részt szerintem ez Huninak köszönhető, de nem szeretném elvonni azt a pluszt senkitől sem. Tehát Febiben teljesítmény és magabiztos és meggyőző a középső ösvénye. Hallod? Nem vagy benne a képben. Ezen kívül pedig talán a leggyengébb pontja a jelenlegi Fnatic felállásnak az az alsó ösvény. Talán ott a lehető legsebezhetőbbek és gyújtják a legkevesebbet. Persze mindazok mellett, hogy még így is veretlenek. Ahogy mondod, igazából itt az Elements Fnatic párharcából, hát na, meglepődnénk azon, hogyha az Elements győzne. Ma már volt erre példa. De ezt akartam pont mondani, hogy volt már erre példa. A Copenhagen Wolves megmutatta, hogy nem szabad senkit sem leírni a tabella alján. És ugye pont említette Febiben a kis röpke kis mini interjúban, hogy Froggen az gyakorlatilag sokkal magasabb szintet képvisel az ő csapatában, mint a többi játékos általánosságban. És például, hogyha ő tudna olyan teljesítményt nyújtani, akkor le tudná hozni esetleg a csapatával Fnatic ellen a mérkőzés, de annyit a ha, hogy inkább lépjünk át a biztosba, a tiltási fázisba, amit az Elements kezd egy Rek'Sai-jal. Illetve amit még feltétlenül meg kell említeni, ez a különleges választása Froggennek, illetve a különleges választásai, így többes számban ugye Anivia, Vladimir a középső ösvén, tehát az off-meta választások. Uh-huh. Ezt nem igazán tudom magyarosabban mondani. A Jace tiltás érkezik az Elements-től a második tiltás gyanánt, az első pedig nem volt más, mint Rek'Sai, tehát az egyik közkedvelt dzsungeres ezen a mérkőzésen már nem elérhető, viszont egy Evelynn tiltás is ott van Dexter ellen. Civiről már nem is beszélve, aki ugye nem érkezhet Tepshez. Aki nem érkezhet Tepshez, sőt igazából minden oldalról jó tiltás amúgy ez a Civir, hiszen egy jó kis késői, tehát a játék későbbi szakaszában hihetetlen mód érvényesülő lövészről van szó, aki a csapatát is tudja erősíteni. Kérdés az, hogy milyen tiltás érkezik egy Rumble Huni ellen. Na-na. Igen, ezt azért megértjük, de láttuk azért már a Fnatic részéről, hogy nem Huni viszi egyedül a csapatot. Viszont Ryze sem lesz ebben a játékban, és ezzel a Fnatic befejezi a tiltási fázis. Igazából eléggé megosztott tiltásokat láthatunk, de mégis inkább a felső ösvényre érkezik a legnagyobb százalékban, vagy mennyiségben. Még így is a tiltásoknak százaléka, ugye egy Rumble és egy Ryze, leginkább az egyedül elhozom a mérkőzés típusú felső ösvényesek azok, akik ezen a mérkőzésen nem lesznek, hiába érkezik egy gyengítés az 5.13-as változtatásokkal Ryze-ra, ettől függetlenül őt még mindig nem szabad hagyni érvényesülni, és az Elements első választása nem más, mint Corki. A mai nap talán nagyobb szeretetet kapott ez a karakter, mint idáig. Véleményed szerint miért lehet ez? Bevallom őszintén, ezt mind azért tudom elsőként említeni, mert ugye a rakétáinak, a rakétatűznek köszönhetően egy picikét hozzá tud tenni ez a pókolós, szurkálódós, folyamatosan nyomás alatt tartós összeállításhoz. Így van. Addig én ezt befejezem, ezt a gondolatmenetet. Megvan a megfelelő menekülési képessége is. Szerintem jó, jó kis lövész ez a Corki, és azért tényleg életben tud maradni, van belőle, jön is ki belőle sebzés, és még jól is tud farmolni. Inkább egy ilyen biztosabb hős választásnak mondanám. Nem kell őt annyira védeni, és annyira nem is egy ilyen hyper carry kategória. Viszont a Fnatic ugye végül Trinda helyett elhozza Alistart és Gragast. A közönség pedig meg van őrülve! És nem véletlen, ugyanis Froggen az, aki Anivia mainként vált talán leginkább ismert mint közül. Minden esetre egyelőre úgy tűnik, hogy nem fogja ezt a karaktert erre a mérkőzésre elhozni. Tehát ne írjuk le előre, beszéljünk addig Elise-ről. Ugye a mai nap folyamán már láttunk egy Elise bemutatkozni az új változtatásokkal kiegészült Elise-t. Uh-huh. És hát én azt mondanám, hogy elég sikeres volt. Így tehát nem is félt igazából kockáztatni a társunk, de úgy néz ki, hogy Nidalee lesz Elise az. Elise maradt csodaországban, és ugye Nidalee lesz az, aki érkezik inkább az Elementsre, Elements játékosai által kiválasztva. Ne nézz így rám, Darcig, mert minden gondolatomat elveszítem. Lehet, hogy jobb is amúgy, a lényeg annyi,
hogy Dexter Nidalit hoz. És az a Nidali, az egy nagyon jó dzsungeles, ha belegondolunk. Most abszolút visszakerült a metába. Én igazából csak attól ijedtem meg, hogy ezen a mérkőzésen is lesz egy Shen. És ma már annyi Shen viccet lehetett hallani, hogy tényleg be fogunk sokalni. És te nem vagy Rest, te kihasználod az adódó helyzeteket. Nem vagyok Rest, ezt jól viszont, látod. Viszont ami egy kicsit érdekesebb az Elements felállásában, az Froggennél a teleport. Tehát a két teleportos kompozíció a 3-as szezonban volt igazán menő, de nem szabad leírni egy csapatot, aki ezzel bepróbálkozik, és még az sincs kizárva, hogy középső esvényes Nidalit láthatunk, amely eset, de azért valószínűtlen, csak hát ugye Froggerről lévén szó meg kellett említeni, Jarvan pedig felső és középső esvényre egyaránt érkezhet Fnatic oldalára. De már esetleg többször Huni? Láttuk a középső esvényen amúgy Febiben, miért nem vagyok benne biztos, hogy nála ezt most nem akarok hülyeséget mondani, ami biztos, hogy Jarvant a középső esvényen az utóbbi időben láttuk, mert meg tudja fogni a mágikus sebzéssel rendelkező hősöket, ilyen Irelia jellegű választásnak számít amúgy. De kérdés, hogy mit hoz Froggen? Egy Swain-t? Simán lehet, egyébként simán. Jarvan ellen egy lane bully lehet, tehát ki tudja majd üldözni az ösvényről, amikor csak szeretné, mert annyi dolga van, hogy oda megy, rányom minden egyes képességet, majd visszasétál, mint aki jól végezte dolgát, és ekközben elfogy szerencsétlen Jarvannak az életereje, de nem, hozzunk inkább egy jól bevált Varuszt, mert az mindig jó. Mondom, mert az mindig jó, így is van. Ahogy mondod, és a Varus akkor középre fog érkezni, Korki lesz a lövész. Shen, a fősősvény ura, Nidali pedig marad a dzsungelben, és én még a Janna választásra kitérnék, hogy ez is egy jó választás, hiszen ha megnézzük, ott van Gragasnak a kicsi arakása, ott van Jarvannak az a fajta kezdeményező képessége, amit nem szabad lebecsülni, illetve még Tristana is tud előreugrani, ha esetleg annyira kemény lenne. Szóval a Monsoon életeket menthet az Elements részéről. És egyelőre úgy néz ki, Isten látja lelkem, én úgy gondolom, hogy ez felsősvényes Jarvan lesz, nem is csak abból a Twisted Fate választásból, de már alapvetően is így gondoltam. Ráadásul van a szúrása a felsősvényen is egy Jarvannak, ami bizony százalékos alapon tünteti el a páncélzatát, egy alapvetően iszonyatosan tankos Shennek, tehát ez megint csak Huninak lehet egy újabb agytekervény, szülemény, akármi csodája, a középsősvére pedig Orianna-t láthatunk, Viktort láthatunk Febiventől. Ahogy mondod, oly Viktort láthatjuk Febiven kezében. Nem rossz választás. A Viktor az szintén egy ilyen biztos választás általában, és látszik is, hogy nem mindig válik be. Tehát ez a 30, tehát gyakorlatilag a mérkőzések harmadában lehet győzni vele, úgy néz ki egyelőre. Pontosan, viszont amit nagyon fontos, hogy megemlítsünk már itt a választásnál, az az, hogy az Elementsnél három karakter is, ugye Korki, Varus és Nidali arra van ráállítva, hogy nagyon-nagyon távolról nagyon-nagyon nagy sebzést osszon. Ezen kívül mi van a Fnaticnél? Egy beérkező Jarvan, egy berobbanó Gragas, egy bevillanó Viktor, meg egy beugráló Tristana. Tehát egy dunk squadot láthatunk, egy beugráló kosár csapatot a Fnaticnél. Iszonyat régóta várok egy ilyen összeállítást. Remélhetőleg ezt úgy is fogják kihasználni, ahogy ezt mi elképzeljük. Igen, ezt főleg te képzeled el amúgy, mert tényleg látom az arcodon, hogy ezt úgy már látod a lelki személyed előtt, hogy egyszer csak... De gondold végig, milyen bár! Gyönyörű lenne, amikor a Fnaticnak, akinek alapvetően is gyönyörű szép összhangja van, öten egyszerre ugranak az ellenfél fejére és zsákolják be úgy az egész Elements csapatát, ahogy azt még soha nem láthattuk. Ráadásul megvan a lehetőség arra, hogy ha egy gyilkosság megvan, Tristana tovább ugrálhasson. Mindegy, a lényeg az, hogy a Fnatic összeállítása arra megy el, hogy beugrálnak és eltüntetik igazából egyelőre a teljesen igazából Elements, de igen. Ezért jó nagyon a Janna választás az ITV-vel, mert ezzel az egész beugrálós kosárcsapatot vissza lehet lökni. Ugye az egész Fnatic olyan a mostani szezonban, hogy gyakorlatilag az európai mezőnyön ugrál folyamatosan és mindenkit zsákol befelé, ahogy azt nem szégyeli. Kérdés, hogy egy Janna ITV, egy Elements képes-e megakadályozni a Fnatic további előretörését? Kicsi lenne rá az esély, a fogadóirodák biztos örülnek ennek, a közönség viszont Huninak örül, meg Darcig is. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, betöltetek a játékosok az idézők szurdokába. Megkezdődik a 8. hét második napjának 4. mérkőzése, ahol is a kék sarokban az Elements, míg a pirosban a Fnatic játszik. Úgy is van, Rainover pedig faramuci helyzetben nincsen, egészen nyugodtan ott lehet a saját dzsungelében is, leleplezheti az Elements 5 fős próbálkozását és érkezését, viszont mélységi őrszemek érkezhetnek, erre pedig Yellowstar az, aki próbál reagálni, bár egy kicsikét lassan ugyan, de ott van már az ellenfél dzsungelében, és érkeznek is az agresszív pingek.
Ahogy mondod, és ez a mélységi őrszemes taktika, ez mostanában amúgy nem volt annyira jellemző, azt kell, hogy mondjam. Láthatjuk, és amúgy a Fnatic sem tervezte most, de ugye jó volt a reakció, akció, reakció. Látták ugye Rainovernek köszönhetően, hogy bement az Elements az ő felső dzsungelükbe, így alulra elhelyezték ők is a mélységi őrszemeket. Várhatunk-e ösvénycserét? Mit gondolsz, kolléga? Nézd, a Fnatic mozgásából ítélve tőlük nem, viszont ha az Elements kis térképére pillantunk, akkor úgy tűnik, hogy még mindig nem igazán szeretne visszatérni az alsó ösvére név, márpedig 1.43-nál azért illene elindulni, tehát igen, lesz ösvénycsere, és az Elements az, aki ezt erőltetni fogja. Az előző mérkőzésből megtekinthető statisztikát lehet megfigyelni a térkép alsó részén, sőt, igazából a kamera alsó rész, a kamerák közötti részen, na, 21-9-es gyilkossági arányjal Fnatic volt az, aki be tudta zsebelni azt a győzelmet. De azért azt mondanám, hogy egy Fnatic, egy 15-0-ás Fnatictól ennél még több is tellik. Hát na, még lehet, hogy egy 16-0 is, ami biztos, hogy mind a két csapat az ellenfél dzsungelében kezd. Viszont ugye a Fnatic alsó ösvénye név szerint Reckless és Yellowstar elhozták a krugokat az Elements dzsungeléből, így gyorsabban tudnak fejlődni majd az ösvényen. Program pedig teljes mértékben a biztosra megy, ezért is láthattuk, hogy nem a hosszú, ám bizonytalan nyilvesszővel kezd, hanem a területi sebzéses, nagy kihatású, biztosabb sebzéssel. Éppen ezért már nyerte is a cserét, sőt, be is tudja tolni teljes mértékben a tornya alá Febivent, ami azért ritkaság számba megy, tehát Febiven nem az a játékos, akit gyakran megszorongatnak már az elején is a mérkőzésnek. De ugye elmondta az interjúban is, legalábbis azokat alapján, amiket ott elmondott, gondolhatjuk, hogy Febiven egyáltalán nem nézi le Froggen, sőt, jó játékosnak tartja, és ezért úgy is fog ellene játszani, ami nem feltétlenül engedi Froggent ugye annyira elhúzni. Minden esetre most farmban jobb Froggen, és ugye a torony alá van beszorítva Febiven. De itt még visszanyalhat a Fagyi, mert Gragas vészesen közel van egy jó rajtaütéshez. Így is van, ahogy mondod, közben a kék elhozása már meg is történt az Elements oldalán, de az első torony dőlhet is az alsó ösvényen a plusz támadási sebességnek köszönhetően, amit az ászló ad. Viszont ugyanez megtörténik tükörféleképpen a felső ösvényen, 1-1 a tornyok állása ebben. Pillanat van. Vagyis hát pillanatokon belül minden esetre a Fnatic az, aki a sárkányhoz előnyösebb pozícióban van, sőt már érkezik is arra a sárkányra a ping. 5 fős, 4 perces sárkányáhozatalnak lehetünk szemtanúi pillanatokon belül. Ne felejtsük el, hogy Yellowstarnak 4 darab halál kell ahhoz, hogy LCS karriere során már 500 halált szenvedjen el. Ugyanez igaz Nifre, neki viszont amúgy 7 halált kell összeszednie, úgyhogy nagyon próbálunk figyelni arra, hogy melyik támogató játékos szedi össze először az 500 halált. Jaj, de jó, Rainover talál, kimegy a gyógyítás, viszont Dexter bajban lehet, jön egy teleport is közben, Dexter lövi a sárkány, és elhozza a Fnatic az első sárkány, Reckless elugrik, jó, még ettől függetlenül a felbőszítés, Chaos és Anaria, Huni is viszont már itt van Febiben is, nem tud mit csinálni az Elements ezzel az összezavarással gyakorlatilag. Hű! Én itt is most elmondom neked, bármelyik másik csapat ellen érkezett volna be így Dexter, egész biztos sárkánylopás lett volna, de nem a Fnatic ellen, mert bizony nem rest kockáztatni Rainover sem saját villanását, sújtását, meg az életét, eleve a hasát azért, hogy elhozza az első sárkányt a Fnaticnek, és meg is történt, sőt, még ennél is több. Na né. Érdemes is az a visszajátszás, betalál a dárda, nulla életerővel Rainover még odébb ugrik, majd a gyógyításnak köszönhetően, amit Reckless pazarol el, mit pazarol? Bevet a túlélés érdekében, megvan a gyógyítás, és végezetül egy 40 életerős sújtás lemaradás volt az, amit az Elements igazából megtett. És Huni hozta el a végén a sárkányt? Egyetlen nem, egy szúrással? Reckless hozta el végül, ő volt az, aki a sárkányt elhozta, én legalábbis úgy láttam, de Huni ott volt, egyértelműen. Az biztos. Ő is osztott rá sebzést. De azért nézzük meg, tehát a Fnatic oldalán már nincsen semmilyen villanás, míg az Elements sokkal megfontoltabban játszott ebből a szempontból. Kérdés az, hogy megérte-e, mert egy sárkányt és egy első gyilkosságot kellett nekik fizetni azért, hogy például Froggen nem ment előrébb, és például Nif sem próbált meglassítani, vagy egy forgószelet jobban elhelyezni. Nidali korai játéka viszont most jó lehet. 3 ember van az alsó ösvényen, ugye a Fnatic részéről, 4 pedig az Elements részéről. A torony még túlságosan erős lehet, de itt még lehet keménykedni. Mellé megy a dárda, meddig lehet keménykedni? Egészen idáig vissza is vonul Dexter, és másik célpont után néz.
Így is van, és Dexter 4-es szint. Ugye, hát egyrészt a halálának köszönhetően ő nem igazán érkezhetett torony alá. Viszont ugye az 5. percnél hány lövésznél láthatsz csákányos kezdést? Egyrészt farmban is ott tart, ahol ellenfele, sőt, még minimálisan előtte is. Ráadásul az a plusz sebzés és mozgási sebesség, amit viszont a cipő ad számára, az írtózatosan el tudja majd engedni ugye Reckless-t, aki alapvetően is egy nagyon veszélyes lövész tud lenni. Nagyon ezen kívül ugye ott van Huni és a felső ösvényen, akiről tudjuk, hogy hát szeret nagyon sebzést vásárolni, bármely karakterre legyen is, és már itt is van, érkezik Jarvanhoz a brutális, még több páncéltörés érdekében. Egy Tristanával és egy Jarvannal kiegészülve fizikai sebzése van a Fanatiknak, de mellette olyan páncéltörése, zúzása is, amire hát kérdéses, hogy milyen válasza lesz az Elementsnek. Ugye maximum olyan válasza lehet, hogy sikerül az ITV-t jól alkalmazni. Dexter ki tud ugrani Jarvan végső képességéből, Taps ki tud ugrani, Shen ki tud jönni. Ugye egyedül kettő kakutojás van, ez pedig nem más, mint Janna és Froggen, akiknek villanást kell elhasználniuk a menekülésre. Kérdés, hogy Huni kit fog fókuszolni. Ugye meglátjuk majd, meg kinek milyen képessége lesz kéznél. Én azt mondom, hogy a csapat összeállítás alapján még nincsen eldöntve ez a mérkőzés. De, így van, 6-os szintű a Fnaticnek a lövésze, tehát eddig sem igazán volt probléma, eddig sem igazán volt veszélyeztetve Reckless, mert volt neki egy ugrása. Tény, hogy idéző képességeknek hiányában van, a felsősvény teljesen egyedül hagyva, de ennek köszönhető az a tapasztalati pont előny, amit ellenfelével szemben fel tud mutatni, egy egész szint. Ugye 5-ös szintű még csak tepsz, de a 6-os szintet már rég befejlődt terek lesz. Éppen ezért a toronyra is érkezhet ő, és Jalosztárral kiegészülve akár be is dönthetik. Ne felejtjük el, hogy Tristanáról lévén szó. A gránátot föl lehet helyezni, és plusz támadási sebességre is be lehet ruházni, tehát... Elég ugyanezt viszont megteheti az Elements az alsó ösvényen ugye Korkival, illetőleg Janával, aki a plusz pajzsal megadott... fizikai sebzés bónusznak köszönhetően bedöntheti a másik tornyot. 2-2 a tornyok állása, viszont az aranyelőny még mindig a Fnaticnél, az első gyilkosságnak köszönhetően. Ahogy mondod is, közben amúgy Jalosztár és Reckless megy tovább előre, nem adják abba itt a fősősényen a terrorizálás, és Jalosztárnak továbbra is jók a megérzései, tehát most őszintén ki az, aki gondolná, hogy valaki abba a bokorba ott mer lenni. Például Jalosztár, Dexter pedig úgy dönt, hogy kicsikét arcátlanabb stílust vesz föl, nagyon bölcs az az őrszem, amit még kihelyez, és el is hozza a kék erősítés valószínűleg Froggennek? Hát igen, hogyha már itt van a közelben, hagyd kapja meg a jó öreg Froggen, így is van, a kék az jól jön neki, mivel hogy így csak gyakrabban, illetve gyorsabban gyűlhetnek a jelzők. És arra az istennőkön cseppjére. Viktoron így nem lesz, és Febiven nagyon, de nagyon meg tudja sínleni ennek a kék erősítésnek a hiányát, főleg hogyha Froggen ugye folyamatosan mind a mostani kék erősítés, mind pedig a sajátját, hogyha még megkapja, akkor nagyon nagy nyomást tud helyezni. Febiverre, és ez már látszik amúgy a farmon is. Bizony. Van már egy, én azért ezt jelentősnek mondanám, ezt a 30%-os előnyt, amivel rendelkezik Froggen Febiverhez képest. 10 percnél, igen, elég jelentős. De ezt valamelyest tudják kompenzálni az alsó ösvény, ugye Reklesznek köszönhetően, aki hát most arra vissza is tért az alsó ösvény, tehát az ösvény cserének így módon teljes mértékben vége is szakad, és mivel 2-2 ismételten a tornyok állása, ezért az elkövetkezendő pár percben valószínűleg a középső ösvényen vagy a sárkány környékén lesz nagyobb hangsúly mind a két csapattól. Ugye pontos időzítel Fnaticnél van, érkezni viszont... Dexter viszont bajban lehet, mert rálátása van a Fnaticnek. Pont ki szerettem volna emelni, hogy nagyon jó, hogy Yellowstone már ott van a látók, ő és használja is, kérem szépen, nem csak megvette azt a mindenit, hihetetlen. Szóval, hogy tényleg pakolja rendesen az őrszemeket, és egyelőre a Fnatic ezt jól tartja, ezt a játékot. És ugye mivel, hogy ott volt Dexter is, amikor meghalt a sárkány, ezért pontosan tudna érkezni az Elements is. Shennek ugyan ultia még nincsen, de a teleportja elérhető, tehát ő egészen biztosan be tud csatlakozni egy kialakuló harcba. Ugyanez viszont elmondható Huniról, kivéve, hogy neki még kataklizmája is van, ami egy csapatharcban akár még fontosabb is lehet, mint egy egységben az erő. Húzza a sárkány közben a Fnatic, viszont ott vannak az Elements-es játékosok, és Shen hazamegy, inkább ott lehet a teleport, van esetleg őrszem a közelbe. Például a kéknél van, Rainovertől jön a kezdeményezés, de ne felejtsük el, Huni's in the house! Szóval Huni is megérkezett, nagyon szép kezdeményezés, Dexter akart menni egységben az erő, érkezik közben Shen is. Lesz itt esetleg lopás, megpróbáljuk, de nem jön össze, gyönyörű szép végső képesség közben Varustól. Huni! Nyak! Meg is halt! Közben Reckless lehet bajban! Ó!
Ezt elkiabáltam, Rekresz meg van őrülve, kérem szépen. Dexter még van annyi manája, hogy el tudjon ugrani, viszont Tapszt azt kőkeményen szétszette. Így van, ráadásul Nidalee macska formában tök ingyen tud mindenféle képességet használni, de Febiben mit csinálsz? Visszafordulsz, nagyon szép, így is van. Veszélyeztetve a saját két tornya között így módon nem is volt, ráadásul J.Vao és Niv sebzésnek igencsak hiányában volt. Éppen ezért marad a 2-1-es állás, viszont a második sárkány is Fnatic csapatát erősíti. Cserébe akár egy tornyot is fizethetnek? Ugye itt van Rekless. Itt van mana hiány ugyan, de Febiben is azzal a Viktorral. Tehát talán még ezt meg lehet védeni egészen addig, amíg a csapat többi tagja felzárkózhat. Ahogy mondod, és hát tényleg visszajátszás. Így van, a visszajátszásunk érkezik is. Rainover az, aki nagyon makacsul és mélyre vándorol. Éppen ezért életerének jelentős része a harc megkezdése előtt el is tűnik. De ugyanezt el lehet mondani szegény Dexter Nidalee-ről is, és Huniról. Tehát itt mindenki nagyon mélyre vándorol. Rainover az, aki biztos sújtással el tudja hozni Fnatic csapatának a második sárkányt, majd utána Tebza az, akin felrobban a gránát, majd még el is löki Rekless, és így egy-egyre módosít a gyilkosságok állása, és egyébként igen, ott még Dexter is bajban lett volna, hogyha nem tud átugrani a falon. Így van, de volt neki elég manája, az kétségtelen, hogy nem használ manát a képességéhez, de volt neki elég, vagy nem volt? Volt. Igen. Ennyit erről, ugye? Te nekem nem dirigálsz arcig, ugye? Hogy idézzen Pierce, amikor Iovin mondta ezt neki, vagy fordítva, mindegy, ne nézz így rám továbbra se, légy, nem lehet dolgozni. A lényeg annyi, hogyha Huni és sem párharcát egy picikét megnézzük, akkor látjuk azt, hogy Huni jó szokásához híven tudja dominálni az ő kis saját ösvényét, s nem nagyon tud mit csinálni Hunival szemben, aki igazából nincs is az ösvény. Egyrészt. Másrészt azért minden mérkőzésen el van mondva, hogy, vagy elmondjuk, hogy milyen jól el vannak oszlatva a gyilkosságok. A Fnaticnél ez igazán említésre méltó, az a két gyilkosság, ami már most ott van Rekleszen, előrébb hozhatja a játék végső szakaszát. Ennek az amúgy is igencsak veszélyes lövésznek, és nézd meg, még a farm előnye is nagyjából annyi, mint amennyit a középső ösvényen láthatunk most, csak fordított a helyzetben. Közben amúgy a középső ösvényen még meg akartam érezni, hogy Foggenen ott van a kék erősítés, tehát elhozták a saját kéküket is teljesen egyértelműen, ezt még talán láttuk is, ugye csak pont a visszajátszás után voltunk. A lényeg annyi, hogy Froggen folyamatosan tudja büntetni Febivent. Ez még fájhat. De tényleg ebbe az arcba menős felállásba, hogy pont a Froggen, pont az a Varus legyen elengedve, akit igazából egy kataklizmával el lehet tüntetni a föld színéről, nem biztos, hogy jól fog kijönni az Elements részéről. Gondolod? Igen, teljes mértékben egyetértek. Viszont az még mindig előnyös az Elements csapatának számára, hogy Froggennél összpontosulnak a gyilkosságok, és a farm előny is nála figyelhető meg leginkább, sőt, igazából tartja a lépést, még Rekleszel is, aki szintén egyedül volt hagyva a játék jelentős részében, tehát Froggennek adatik meg a piros erősítés adatik meg Froggennek, ezt akartad mondani, kollega. Meg az ilyen playekre a lehetőség, és erre van szüksége az Elementsnek, hogy mindenhova oda lehessen piszkálni, márpedig Varusszal erre megvan a lehetősége, jó apám. És Froggen tényleg jól csinálja ezt, ugye néha nem árt, hogyha eltalálja vele Viktort ezekkel a nyilakkal, de ugye sikerül is neki. Mit szeretne J.Vao? Én ezen gondolkodom. Huni ellen ugye nem biztos, hogy jó lenne, hogyha előre menne, köszönhetően, hogy tényleg akkora páncél törése van, amivel még egy sent is el lehet szépen fogyasztani. Az őrszemek tengerében úszik amúgy az Elements, miközben próbálja a sajátjait letenni. Ettől függetlenül az Elements egy picit visszajött az őrszem játékba, sőt, úgy gondolom, hogy abszolút, abszolút jól kezelik a Fnatic agresszív őrszem... Mit? Meit. Ja, igen, azt igen. Azt az egyetlen egy kihelyezett agresszív őrszemet tökéletesen leragálta az Elements. Kihelyezett, mindent látó őrszemekkel, így is van. Na már most, attól függetlenül, hogy az őrszemekben nagyon otthonosan mozog az Elements, a gyilkosságokban való részvételeik már kevésbé emelhetők ki hasonló szintre. Mindenesetre még mindig 2-2 a tornyok állása, és amiről beszéltünk egy olyan jó 7 perccel ezelőtt, hogy a középső ösvényen a tornyokat el kell pusztítani, még mindig nem cselekedték meg a fiúk, bár a Fnaticnál már megvan a plusz torony sebzés, tehát nekik lehetőségük volna, hogyha összpontosítanák az erejüket a középső ösvény, de egyelőre még azt mondják, hogy nem. Huni vagyok, kell a farm. Rekless vagyok, kell a biztos farm.
És szeretnék csak még tovább növelni az előnyüket és biztonságban lenni minden egyes ösvényen. Mert ha megfigyeled, ugyanez az Elementsről nem mondható el, nekik van egy emberük a felső ösvényen, de az alsó ösvényre nem küldtek ki másik embert. Igen. Ők mind otthon táncikálnak a kezdőn. Jó, a zene. Lényeg annyi, hogy fél perc múlva érkezik a következő sárkány. Láthattuk, hogy az előző mérkőzésen, amikor is ez a két csapat együtt játszott, az Elements csúnyán kikapott és nulla sárkányt hozott el, míg a Fnatic 4-et. Ez is azt jelenti, hogy a Fnatic ezekre az objektumokra nagyon nagy hangsúlyt fektet. Kérdés, hogy az Elements meg tudja akadályozni a Fnaticnek az agresszív sárkány játékát, mert hogyha elhozzák a 18. percben a harmadik sárkányt, akkor onnan gyakorlatilag fél óránál, 30 percnél már égetéssel tud menni a Fnatic. Ezt nem szabad nekik megengedni. Így van, és a lángolással is. Hát még azzal. Na mindegy. Amit mondtunk, brutális. Ott van Hunin. Ezzel szemben mit tud felmutatni J-Wow? Egy naptűzköpenyt, aminek köszönhetően sebzése van, ha közel tud kerülni a Fnatic csapatához, de hát milyen Fnatic csapat ez? Kosárcsapat, addig ugrálnak, ameddig nem szégyellik, kivétel nélkül minden egyes tag. J-Wow pedig bajban lehet. De milyen kemény, nézd meg, és itt a hiba, kérem szépen, őrszem nélkül ott vagy a felső ösvényen egyedül. Azért majdnem elhozta Hunit, de mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy ez még akár egy elterelés is lehetett. Elterelés, az el... Na, a lényeg az az, hogy a sárkányt elhozta az Elements csapatai. Ja, elért! Na mindegy, szóval 1-2! A sárkányokás! Megvan az első sárkánya az Elementsnek, 6% bónusz fizikai és mágikus sebzés. Szeretlek, Darcik! Minden esetre most éppenséggel a saját kékére érkezhet ugye Dexter is. De a közelben mocorog már ugye Froggen is, tehát talán a harmadik, vagy negyedik, már a negyedik kékje volna ezen a mérkőzésen? Éppen ezért a Mura manát pillanatokon belül várhatjuk tőle, ugyan még csak a Mana Moon van meg, de valószínűleg ez már csak egy olyan 3-4 perc kérdés és átrakó. Rainover bajban van, nagyon jó a lekötés, még egy villanás is elmegy a roppanékony hordóval, pedig mindenkit visszaküld a helyére. Viszont... Elment egy Rainover villanás, végső képesség. Meg lehet tolni a középső ösvényt, főleg amikor Froggenen van egy kék erősítés. Mennyi sebzés, anyám, levadászom! Jól működik ez a piszkálódás az Elements részéről, de nagyon! Három piszkálós karakterből három találja a Hunit, akinek így módon igazából pillanatokon belül haza is kell térnie, mert nincs más választása. Ugye rajta elkészült a Tiamat, és az utolsó leheletet is bőszen építgeti már. De hát mit várunk Hunitól, kérem szépen? Hát ő egy ilyen ember, ő egy ilyen férfi volt, és ennek köszönhető, hogyha ő berobban, az az ellenfélnek nagyon fájni fog. Csak kérdés, hogy lesz-e alkalma berobbanni egy három fős, ide-oda szúrogatós, nyilvesszős, dárdás, arcletépős kompozíció ellen? Igen, tényleg ez a nagy kérdés, hiszen a Fnatic csapatjátéka az hihetetlenül jó, ezt tudjuk. Ne felejtsük el, hogyha kellő távolságban marad az Elements és minden kezdeményezés sikerül visszavernie, akkor ugye kialakulhat egy olyan csapatjátékbeli hiba, egy olyan káosz a Fnatic csapatában, hogy akkor most menjünk, ne menjünk, hú, már nagyon sok sebzést kaptunk be, nekem haza kéne menni, akkor kezdjünk, ne, ezért nagyon rossz. Amikor egy ilyen összeállítás ellen játszol, mint ami az Elementsnek van, meglátjuk, hogy ezt a fajta nyomásgyakorlást hogyan tudja kezelni a Fnatic. Egyébként valóban, pillanatokon belül, de... És itt már megint visszakanyarodunk a karakterválasztáshoz. Elmondtuk, hogy ha eljutunk arra a pontra, nagyjából 20, tehát már akár most is pillanatokon belül szemtanúi lehetünk annak, hogy be fog robbanni a Fnatic. Annyi dolga van összességében, hogy 5 emberrel érkezzen, és ne egyesével roncsanak be, mert ha 5 emberrel egy ilyen sebzéssel megáldott, még némi tankossággal is rendelkező csapat berobban, az Elementsnek nincs igazából más mondani valója, csak az, hogy áú. Áú. Ennyi, és ezzel le is tudták. Érkezik is Huni, nem jó a felütés, még egy kataklizma lehet esetleg, de követés nincsen Febiben, nem mer menni, én sem mernék. Oj, de jó a kataklizma, Dexter viszont kiugrik, ezt már megbeszéltük. Nip pedig elvillan, ITV a javából. ITV két villanástól lehetett megfosztani az Elements, tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ITV, hanem fejvesztett menekülés Huni elől. Febiben pedig bajban lehetne, de ugye neki még van életereje, meg megtisztulása is, tehát ha érkezik a lefogás, ő akkor is azt mondja, hogy nem kérek ebből, köszönöm szépen.
ahogy mondod, mindenkiről nagyon vicces, hogy megemlítetted, hogy mit fog mondani. Az Elements az, hogy au, Febivel az, hogy nem, én köszönöm, nem kérek ebből. A szurkálódás viszont megy az Elements részéről továbbra is, és ezt a középső, belső tornyot szeretnék elhozni. Rekresz pedig. Tristanával, a toronydöntés királynőjével gyakorlatilag el fogja hozni ezt az alsősvényes belső tornyot mindenféle fajta ellenállás nélkül. Dexterék érkeznek, egy kisebb fajta kommunikáció zavar lehetett, Dexter azt se tudta, hogy merre induljon. Becsodázzuk Rekreszt vagy nem, de nem lesz Rekre. Így van. Azt sem, meg igazából Tristana is túl fog élni, akit úgy hívnak, hogy Rekresz. És még mindig a 2-0 statisztikájában gyönyörködhetünk, ugyan a három gyilkosságból csak 2-nél volt ott, de azt hiszem, hogy ezt a 33-as előny mellett elnézhetjük neki, ugyanis a határtalan penge elkészült rajta, és Tristana alapvetően nem rendelkezik nagyon minion takarító képességekkel, ezért várhatunk tőle egy statikus töltő pengét, de hiszen ő Rekresz, mondhatja azt is, hogy YOLO Phantom Táncos, late game-be lehozom. A YOLO Phantom Táncos, pontosan, még ez is lehet rajta, főleg így, hogyha egyedül farmogat, akkor igazából nagy szüksége nincsen minion hullám takarítása, mert tudja használni a képességeit. Közben egy perc múlva érkezik a következő sárkány, és igen, ki szeretted volna emelni, hogy mire fókuszál Humi? Nem a sebzésre, hanem el akarja olvasztani az ellenfél páncélzatát. Hát mi ez? Vett egy brutális Tiamatot, ne foglalkozzunk vele, de egy utolsó leele. Hát na, hogy mit vársz? Hát na! Egy Shen ellen, főleg baromi jó lesz, ráadásul a többieknek nincsen is nagyon páncélzata, így el tudja olvasztani az Elements csapatát. Már csak egy fekete hasító bár kéne, uh-oh, de Huminak lehet, hogy vége! Miért nem villansz, Huni? Nagyon magabiztos a srác! Te elhitted, hogy el fogod találni? Igen! Ő nem! Ez Froggen! Nagyon szép volt az Elements-től, pontosabban Froggen-től, és sajnos ki kell emelni, külön persze egy csapat egységben az erő, meg minden ilyenek, de Froggen az, aki viszi előre a csapatot jelen pillanatban, de mint az állat. Nagyon szimpatikus fiatalember ez a Huni, de a két halálból két halálnak elszenvedője volt. Rekresz pedig mit csinál? Megőrül. Nagyon rossz hely. Nagyon szép a piszkálódás közben az Elements-től, és nem sikerül előre menni. Froggen villan, de nem találja el Rekreszt, de találta, csak túlélte. Köszönöm szépen a javítást. Mi tartotta össze azt a Tristanát? Egy gyógyítás, semmi más, és még így is éppen, hogy csak alig, kérem szépen, de ez a második sárkánya lehet az Elements-nek, ami plusz torony sebzés, így is van. Annak az egy minimális sikeres harcnak, ami igazából Rekresz félrelépéséből adódott, egy sárkányra fordulhat az Elements. Ugye a villanásható Froggen megszabadult, de így is majdnem egy gyilkossággal gazdagodott. Nem sokon múlott, az egészen biztos. Én ki szeretném emelni, hogy a múlt héten láthattuk azt, hogy milyen, amikor a Fnatic hihetetlen arany hátrányban játszik, és mennyire együtt van még akkor is a csapat. Viszont most azt láthatjuk, hogy ugyan nem arany hátrányban küzd, viszont a csapat küzdelmek során megsínli igazából ezt az Elements-es választást a Fnatic. Tehát azt kell mondanom, hogy most egy picikét a Fnaticnek egy olyan taktikát kell alkalmaznia, amikor az összhang nyerhet, mert most azzal van amúgy a gondja. Én összességében csak annyit mondanék, hogy félre kell lépni azok elől, az oda-oda szúrogatások elől, mert amiatt már a csata megkezdése előtt hátrányban van a Fnatic, és ha azok a nyílveszők, dárdák, láncsák, rakéták, foszforbombák, és még sorolhatnánk, mi egymást nem találna be, akkor teljes mértékben a Fnatic irányíthatna. De hát ez eddig nem így van. És amint azt említettük, ott is van a statikus töltő penge, ugye Rekleszen egy teljes tárgyas, nem egy fél tárgyas előny ellenfelével szemben. Rainover pedig ráparkol az őrszemre, ugye ezt látja is, de közben amúgy még egy kékerősítés lehet, hogy megpróbálhatnak már elhozni az Elements játékosai, hiszen van újra a Fnaticnek. A dzsungelében, a Fnaticnél már igazából 1775 nem volt kék erősítés. A lényeg az, hogy ezt a középső tornyot elhozza az Elements, így 4-3-ra változik a tornyok aránya, és nagyjából le is dolgozta az aranykülönbséget az Elements. Teljes mértékben, vagy hát nagyjából, így is van. És... na. Tornyok állása 4-3. Igen. Csak egy kicsikét gondoljuk végig, hogy mi az, amit most a Fnaticnak tennie kéne, hogy visszatérhessen meg. Hát elmondtad, hogy leküzdte az aranyhátrány, de hát azt egy tornyos előnnyel teszi meg. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az, hogyha torony mögé lesz szorítva a Fnatic, az egészen biztos, hogy minden egyes tornyot fel kell majd áldozniuk, mert egy Varus és egy Nidalee egész biztos, hogy mindenkit elődöz, Tepsz pedig bajban lehet, de van Valkyr!
Volt! Volt! És ez nagy hiba lehet, mert Huni gyors! Felütés nem megy, Kataklizm van, meg egységben az erő is! Yellow Starék érkeznek! Huni elfogyott, de itt van Rekkles, jól Yellow Star-tól a felütés, elütés! J.Wow menekül, még sikerül is egy felbőszítés, de el kell menekülnie J.Wow-nak egy lövészt Huniért. Hányszor látsz felső ösvényest így elolvadni? Sehányszor, jó édesapám, mert ez csak is kizárólag Huni. Viszont attól függetlenül, hogy milyen hamar olvad és három halála már van neki, ő még mindig azt mondja, hogy jól veszek én még gyorsaságot, meg még egy kis sebzést, mert ez így a menő. Ennyi, így van. Igen. És például a Yellow Star-nak ez az Alistar-ja, ez hihetetlenül jó továbbra is. Amúgy nem értem, hogy miért nem tiltják ki ellene, vagy kezdenek vele valamit, mert tényleg lehet azt hiszik, hogy a Fnaticnél Huni, és még akár Febiven vagy Rekkles, tök mindegy, tehát a sebzést okozó játékosok nagyon állatok. Nem, Yellow Star-ban megvadulva kérem szépen a szezon kezdete óta legalább, ha csak nem már előbb meg volt őrülve, és ezért lehetne az ő játékát is valamivel egy picikét kivenni, valamivel hátráltatni egy tiltási fázis során. És Alistart el tudja hozni, és látjuk, mit tud vele csinálni. Ha jön Yellow Star, egy, van követés, tehát ha Yellow Star ott van, akkor már a haverok is ott vannak, ezt már tudhatod. Uh-huh. És Yellow Star, mint kezdeményező, vagy mint csapatküzembe beleszóló ember, baromi jó. Rekkles érkezik, J.Wow-nak van páncélzata, Rekklesnek nincs páncéltörése, ettől függetlenül majdnem elpusztítja J.Wow. Nem sokon múlott, hogy így egy pár percig tudta lőni. És ha ez is egy támogatós jelenet volna, az biztos, hogy ott hagyja a fogát, meg minden egyebet is, mert szörnyet halt volna attól a gránáttól, de Febiben nem igazán tétovázik, próbálja kihasználni azt a minimális időintervallumot, amit a toronyra fordíthat, illetőleg annak sebzésére. Ez egyelőre nem volt elég. Mennyi az egyenlítésre. Őrszem van a Fnaticnek itt a felső részen. Ez hiba, nézd meg, 1, 2, 3, még ott a kamera állás tetején van még 2, ott még egy. Mire várnak? Csak nem el akarják hozni a balonnasort, csak nem egy csapdára készülnek. Még lehet is belőle valami, mert Huni most egy mindent látó őrszemet még elpusztít. Nem tudja az Elements, hogy hol van a Fnatic, de ez fordítva már nem igaz. Ne felejtsük el, hogy egy szurkálódó összeállításról van szó, ahol lehet próbálkozni. NIF! Jaj, babám! Belementél a csapdába, elmegy a villanás közben, még ráadásul a talizmánt is elhasználja, így megmenekül az Elements. Ennyit az ITV-ről, még Monsoon sem ment, de kiment a Monsoon is, bocsánat, hiba által. A lényeg annyi, hogy az ITV-jétől most elesett egy darabig az Elements, viszont a Fnatic nem. Jó a kicsi arakás villanással, Dexter ugrik, Kataklizm, és Rekkles befejezi közbe Korkit. Ennyit a piszkálódásról, a harcodban vannak a srácok, nem tudsz mit csinálni. Van esetleg visszatámadás? Még nincsen Femiben. Szépen sunyul a középső ösvényen, és egyből ráfordul a baronnasorra a Fnatic. Kérem szépen, három emberrel van az Element, piszkálódás van, sújtás nincs. J.Wow bátor, jó a végső képesség közben Várusztól, de kérdés, hogy mire, mert Yellow Star leszette, és elhozza, várhat, ahogy várhattuk, Rainover azt a baron nasort. Így is van, de mehet tovább az üldözés Febiventől egészen idáig, ugyanis a villanásától megszabadult Froggen, hogy biztonságosabb pozícióba kerülhessen. A baron nasorra pedig azért is érkezett J.Wow, mert látta, hogy kevés életerővel rendelkezik Rainover, majd miután még a felbőszítés is érkezett rá, nagyjából biztos lehetett abban, hogy gyilkosság meg lesz, de mivel nem lett meg, ezért a sújtás ott maradt a Fnaticnél, aminek köszönhetően egy baronnasorra kiegészülnek, sőt még egy gyilkossággal is. Rizikós döntés, és nem is fizetődött ki. Viszont a visszajátszás nagyon jól mutatja, hogy... Ó, Rekkles, bajban van, ezt mutatja a visszajátszás, pont ezt szeretted volna mondani. Amúgy pont a legjobb pillanatot láthattuk, mert Rainovernek az a villanásos kicsi a rakása majdnem olyan jó, mint Huninak az érkezése, öreg apám, hát nem lehet foglalkozni az előző szituációval, mert akció van, apa kezdődik, Huni elfogyasztotta közben Tabs ki van véve a játékból, szerintem lassan ő most már az ideghalál közelében jár, Huni! Ezt mondja folyamatosan, csak idegesebben jelen pillanatban Froggen, Dexter pedig majdnem elolvad. Megy előre a Fnatic, Febiven be tudod fejezni Dextert, egyelőre nem, de hol a sebzés? Ja,
halott. Úgyhogy az fenetik innentől kezdve akár még egy tornyot is elhozhat bátran, vagy akár lehozhatja a harmadik sárkányát is. Ki tudja, mind a kettőt meg tudja tenni. Miért ne tehetné? Mert középen a baron erősítésnek köszönhetően el tudnak hozni egy inhibitor tornyot. Szorosabbnak gondoltuk ezt a mérkőzést az elején, mint amilyen jelen pillanatban. A fenetik az arcába lépett az Elementsnek, és sikerült is megbénítania őket. Ja, egészen addig gyalogoltak azon az arcon, amíg az inhibitort be nem tudták dönteni a középső ösvényen. Baronnasor viszont még nincsen bő két percig, ami azt jelenti, hogy hiába döntötték be azt az inhibitort, arra nem tudnak fordulni, viszont Huni itt van! Huni itt van, Dexter viszont nincs. Nem véletlenül, hát milyen tankossága van szerencsétlen Dexternek, semmilyen. Homokórát nyomhatta volna, ha nem éppen a levegőbe lett volna és kereste volna, hogy merre van az életerőm. Sehol, barátom, meghaltál. Érkezik a visszajátszásunk a sárkány környékére, ahol Huni azt mondta, hogy tepsz, te nem vagy, és tényleg nem volt. Majd utána igazából jelen pillanatban még tovább tart a visszajátszásunk, ugyanis itt van Dexter. A kihelyezett őrszemnek köszönhetően pedig ezt Yellow Star ugye tudja is, Huni pedig itt túlálkodik nagyon-nagyon gonosz szándékkal a háttérben, de megszakad a visszajátszás. Meg, hát ehhez már lassan hozzászokunk. A lényeg az, hogy Huni pont olyan, mint a terengárot, hogyha valaki szokta nézni. Mindig egy picikét kivár, és azt a kombót, amivel ő rendelkezik, igenis egy emberre próbálja kivitelezni, és már rengeteg sebzés van azon a Jarvanon. Hát ne hülyéskedj, van ott minden, ami szemszájnak ingere és sebzést ad. Határtalan penge készül egy felső ösvényes Jarvanon. Határtalan penge, ezzel még az ellenfél lövésze sem rendelkezik könnyörgöbben. Na mindegy, minden esetre Huni egész jólóba tolja, de működik. 100%-ban működik fanatiknak, és most már eljutottunk arra a pontra, hogy lehet, hogy oda tudtok szurkálni babán, de az fanatik az nem szurkál, az darál. Az darál, meg olvasz, meg minden, ami szemszájnak ingere, ez ma már volt. Torony viszont nincsen az Elementsnek a felső, külső és belső sorában, valamint mit csinál Huni? A dolgát elhoz alsó ösvényen egy másik tornyot, ráadásul egy inhibitor tornyot, hihetetlenül arcátlanul játszik és beválik. Igen, Huni végzi a dolgát az egész mérkőzésen, de hát nézd meg, hibátlanul csinálja, ahogy ezt tőle el is lehet várni. Egy torony közben dől a felső ösvény is, és mivel két embert kell áldozni az Elementsnek az alsó ösvény, ezért mindenféle további nélkül mehet tovább a fanatik a felső ösvényen, meg az alsón is egyszerre. De nem, a felső ösvényről inkább hazamennek, tehát Huninak is ez az egyetlen egy választása marad. Vissza kell térnie a biztonságot nyújtó kezdőre, kék buff-val kiegészülve ugyan. De attól függ, egy kicsiket, mint hogyha most össze-vissza mozogna a fenetik. Tehát visszaküldik Hunit, majd utána azt mondják, hogy ne, Huni, inkább maradunk mégis, gyere vissza bulizni. Igen, mert itt a felső ösvényen közben tud jönni a fenetik, meg a középső ösvényen már nincsen inhibitor sem, inhibitor torony. Így igazából a káosz jó, mert Huni nem kell a küzdelembe. Ugye van egy piszkálódós, szurkálódós összetételünk, hoppá! Püff! Szevasz, Niv! Ennyit erről, közben Tapsot is megtalálja a fenetik, Huni pedig jump around, és közben meg is ölte Tapsot, Jivao is meghalt. Ezt hívják úgy, hogy bezsákolva, apám! Bezsákolva, ahogy mondod, és a győzelem is most már be van zsákolva a fenetiknek. Nem az Elements lesz az, kérem tisztelt hölgyeim és uraim, aki megállítja a fenetik győzelmi szériáját. És ezzel minden idők második leghosszabb győzelmi szériájával rendelkeznek a League of Legends versenyszerű történelmében. Egyedül a Taipei Assassins rendelkezik többel, úgyhogy a Fnatic most már tényleg szinte minden rekordot beállított a győzelmi szériájával, amit be lehet. Az a nem semmi, ha egy európai csapatot már a Taipei Assassinshoz kell hasonlítani. Az S2-t itt ma nyomták le. Mert hogy az európaiban bizony a 9-es győzelmi széria volt eddig a legnagyobb, a 16. Az egy ilyen elérhetetlen áron volt, amihez hát igazából megérkezett Huni, és itt is van, barátom. Minden esetre a mérkőzés végig gondolva, olyan kompozícióval rendelkezett az Elements, hogy várunk, oda-oda szurkálunk, aztán ha már kevés életerőn az ellenfél, akkor csatázunk, de hát amire olyan kevés életerőre került volna az ellenfél, hát addigra eltelt 25 perc, és már be tudott durranni a fanatik teljes gárdája, elpucolni mindenféle Elements játékost, megtornyot, meginhibitort, és körülbelül ennyi is történt az egész mérkőzésen. Volt egy-két szép oda-oda szurkálása az Elementsnek, amit láthattunk is két gyilkosságban végződni, sőt háromban, Huni ellen, de csak Huni tudták meggyilkolni. Tehát Huni azt mondta, hogy veszek én sebzést, leszek Dairus egy olyan 20 percig, de onnantól kezdve
amit én akarok, az lesz. És amint egy-egy embert el tudod kapni, az egy 110%-os gyilkosság volt. Ahogy mondod, 110%-os gyilkosság. És megint megmutatta a Fnatic, hogy miért olyan jók, és ez a taktika, amit ők alkalmaznak tényleg, hogy a játék első szakaszában nem annyira vállalnak kockázatot, viszont a végén kettesbe kapcsolják, mi kettesbe, ötösbe az úthengert, és áthajtanak az ellenfél csapatán, nem is biztos, hogy van öt sebesség rajta, de a Fnatic rátette! A lényeg, hogy nagyon szépen játszottak ismét a Fnatic játékosai, le a kalappal. És ez a szurkálódós összeállításra tudta őket megfogni, pedig az elején voltak azért jelek arra, hogy a Fnaticet meg lehet fogni, de gyakorlatilag ez megy már két hete. Hogy de az jelek... egy-két szituáció, egy-két kialakított szituáció volt, amiből előnyt tudott szerezni az Elements, de mennyi előnyt? Egy sárkányit, egy toronyot, egy plusz 10 farm nekem, amíg hazamegy a Reckless, de hát mire mentek vele? Hát Reckless teljesen egyedül volt végig a felsősvén, és róla talán még keveset is beszéltünk, mert igazából Huni lázban ég, még az LCSU is, mert Reckless teljesen egyedül ott volt a felsősvén, a szintelőnye meg volt, farm előnyt is ki tudott alakítani, ráadásul volt két gyilkossága már a mérkőzés megkezdése előtt gyakorlatilag. Onnantól kezdve pedig, hogy egy Tristanát megetetsz, ő jobban döntögeti a tornyokat, mint egy Sivir. Mert ugye az átalakításnak köszönhetően neki vannak gránátjai, amit hogyha feldob egy toronyra, az pillanatok alatt fel fog robbanni. Hát azért gránát, nem? Na mindegy. És a középső ösvén Febiven is a Ludenvis hangjával biztosította a kellő mennyiségű minion eltakarítást. A Fnatic egész egyszerűen hibátlanul játszott. Többé-kevésbé. Így van, és ugye győzelemre mérik ezt a játékot is, úgyhogy a Fnatic hibátlanul játszott egészen idáig. 16-0, egy hét van hátra most már csak ugye az alapszakaszból. Kérdés, hogy egy hibátlan sikerül-e összeszedni a Fnaticnek. Ez még a jövő zenéje, viszont itt van az arcunk előtt a mai este utolsó mérkőzése. Elérkezett, hölgyeim és uraim, a Unicorns of Love fog kezdeni körülbelül egy pár perc múlva. Úgyhogy mi át is adjuk a szót a külföldi elemző kollégáknak, és pillanatokon belül érkezünk vissza. Maradjatok velünk, sziasztok! Javon pick, I want to touch on very briefly. We've seen Gamsu run it.